Köszöntöm Látosi Ferenc polgármester urat és a Városi TV nézőit. Az elmúlt hétvégén tartott a városunk karácsonyi ünnepélyét a művelődési központban. Mekkora volt az érdeklődés a rendezvényre? Köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Nagyon sokan voltak a rendezvényen, az egész művelődési ház tele volt. Örülök neki, hogy nagyon sok kisgyerek volt, nagymamák, nagypapák, nagyszülők, szülők ott voltak. Egy nagyon szép karácsonyi műsort tekinthettünk meg, aktívan részt vettek a óvodások, a nagyobb gyerekek is a műsorokba. Itt szeretném megköszönni az óvónőknek, a tanároknak, akik felkészítették a szereplőket erre a szép műsorra, és szeretném megköszönni a szülőknek is, akik látszik, hogy nagyon sokat foglalkoztak a kis óvodásokkal, a verseket nagyon szépen betanulták, nagyon meghitt, kellemes, nagyon szép karácsonyi ünnepségen vehettünk részt. Mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ennek a szép ünnepnek a megvalósításához. Nyugdíjasainkat újévi koncertbelévővel ajándékozta meg Pap Imre várkapitány, így ellátogathatnak a budapesti Mága Zoltán koncertre. Milyen programmal készülnek az új évet helyben búcsúztató lakosságnak? Így, amikor már a kampány évébe lépünk, dicséretes, hogy egyre többen jótékonykodnak. Én szeretném megdicsérni Pap Imre várkapitányt is, hogy azért tesz a nyugdíjasokért. Ez egy dicséretes dolog. Ezt nem csak a kampány évébe kell megtenni, hanem mindig kell egy kicsit tenni a közösségért, és akkor egy nagyon jó közösséget lehet összekovácsolni. Úgy, ahogy a város is minden évben megrendezi az óránál a szilveszteri programot, ahova mindig szeretettel várjuk azokat az embereket, akik nem tudnak elmenni, vagy nem akarnak elmenni szilveszterezni, vagy egyedül töltik otthon a szilvesztert, és akkor eljönnek az órához. Most is mindenkit szeretettel várunk az óránál, szilveszterkor. Lesz egy kis műsor, köszöntő beszéd és egy peskős kocintás. És hát ünnepeljük együtt akkor az új évet, és búcsúztassuk az új évet. Hát aki nem tud felmenni a Mága koncertre, de szeretne a város közösségével együtt ünnepelni, mindenkinek ott a helye, én is ott vagyok. A város képviselőtestületéből szerintem sokan eljönnek, de tavaly is nagyon szép létszámmal vettünk részt. És nagyon jó volt látni, hogy a sümegiek örömmel jönnek együtt szilveszterezni, örömmel vannak együtt, egy jó kis közösség alakult ki ott az óránál szilveszterkor. Hamarosan elérkezik az év legszebb ünnepe, a karácsony. Kérem, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Karácsonykor az emberek egy kicsit megpihennek, megállnak az egész évi rohanásba. Természetesen hát előtte még ott van a karácsonyi vásárlási rohan, felkészülés a karácsonyra, de aztán karácsonykor, szentestén mindenki együtt van a szeretteivel. Mit is lehetne ilyenkor kívánni? Én azt kívánom mindenkinek, hogy a szívébe költözzön a béke, legyen nagyon szép, áldott karácsonyi ünnep mindenkinek a családjával. Aki munkába tölti a karácsonyi ünnepeket, azoknak jó munkát, jó szolgálatot kívánok, főleg itt ugye gondolok a kórházi dolgozókra, rendőrökre, orvosi ügyeletbe dolgozókra. Mindenkinek áldott szép karácsonyi ünnepeket kívánok. Akik elutaznak, ahogy mindig szoktam mondani, nagyon vigyázzanak magukra és egymásra is, hiszen nagyon nagy lesz a forgalom, nagy lesz a tumultus ilyenkor karácsonytáján. Mindenkit várunk vissza szilveszterkor már, hogy együtt ünnepeljünk, illetve hát jövő évben mindenkire szükségünk van, úgyhogy tessék vigyázni mindenkinek karácsonyi forgatagba, csak óvatosan hajtsanak. Akinek még a téli gumia nincs felszerelve, az ne menjen síelni téli gumi nélkül. Tehát mindenképpen azért ezekre a dolgokra figyeljünk oda, és akkor én a város nevében mindenkinek áldott szép karácsonyi ünnepeket kívánok.